Ott tartottunk, hogy boldog új évet, mielőtt mindenkit egyszerre fölhívtak. Boldog új évet. Boldog új évet. Mindig lemarad, azon gondolkodok, hogy mindig lemaradunk azzal, hogy konkrétan kiszámoljuk, hogy mikor lesz karácsony, és hogy a szegény hallgatóknak boldog új évet, meg boldog karácsonyt kívánjunk, tehát ez mindig csak így belemegyünk a izébe. Ha valahogy, de most így utólagosan egy boldog új évet, tök mindig, hogy ez mikor megy ki. Ez így tiszta. Hogy vagytok? A lényeg, hogy a szívünkből szól. Ez mindig. Ez alapból mindig, tehát hogyha márciusban kívánunk boldog új évet, akkor is a szívünkből szól szerintem. Ezt mindenki tudja, és mindenki érzi. Hogy vagytok? Hogy teltek az ünnepek? Hát így elteltek, igazából lassan. Hát ugye, hát nálunk az van, hogy nálunk ugye ez egy elképesztően hosszú téli szünet volt, és még tart egyébként, hogy a mai nappal ér véget, mert ez az első olyan téli szünet, ami a meghosszabbított téli szünet, mert elvették a gyerekeknek az őszi szünetét, azért, hogy ősszel, amikor még nem kell annyit fűteni, akkor járjanak iskolába, és akkor azt hozzácsapták most a téli szünethez, hogy amikor meg jobban kéne fűteni, akkor meg ne kelljen fűteni, valamennyit spórolva ezzel, úgyhogy most rettetesen régóta otthon vannak a gyerekek, és nem is az a baj, hogy otthon vannak, hanem az, hogy nem nagyon tudnak magukkal mit kezdeni, tehát az egyikük szanaszét nem hekkeli, hanem az én vagyok, szanaszét henteli az Xbox alá a világot, gamer orba szájba, egész napot ül és tolja, nagyon ritkán tetszik. Fú, ezért ezt a lövöldözős játékot tudod. Ja, Fortnite. Nem a Fortnite-ot, azt már megunta. Nem a most Fortnite-ot? Szerintem Call of Duty-zik. Kódozik. Opa. Hát igen. Szerintem lehet, hogy ő volt az, aki megvett téged. Igen, ezt akartam mondani, aki állandóan fejeseket osztott nekem, az lehet, hogy most megvan. Hát igen, ki tudja. És hát a legkisebb ő meg, talán ő is a legnehezebben, mert ő neki a legnagyobb a mozgás igénye, és ezért, hogyha nem tudunk vele lemenni, vagy kimenni, mert nincs olyan jó idő, akkor a lakást szedi szét, tehát őt le kell foglalni. Úgyhogy még így munkaidőben is előfordul, hogy felmegyek egy kicsit társasjátékozni, vagy ilyesmi, mert muszáj. És akkor, hát így azért lassan telnek a napok, meg fárasztóak valamennyire, és kicsit már várjuk, hogy kezdődjön az iskola. Amúgy nem rossz egyébként, vagy tehát így jó volt az karácsony, ilyen nyugis volt, nagyon nyugis. Tehát most annyira elengedtük ezeket a konvenciókat, meg ezeket a társadalmi elvárásokat talán, vagy hát igazából, amit így belénk ültettek, tudod, hogy mindenáron, mindenképpen ekkor és akkor azt kell enni, és oda kell menni, és ezt kell csinálni, és így most így nem. Hát így, saját ütemünkben, saját kedvünkre nem érdekel már ez a dolog. Úgyhogy ez ilyen egészen jó volt. Majd én azt mondanám, hogy teljesen stresszmentes, de hát ugye tudjuk, hogy ezeket a ritualizált, vagyis ezek a családi rituálék, tudjátok, amikor így megadott forgatókönyv szerint történnek azért a dolgok, ezek mindig egy kis feszkót visznek bele, vagy hát jár egy kis feszkó, és az utolsó nap, utolsó órájában azért sikerült mindenkinek kiborulnia, tehát azért nem volt meg a karácsony teljes kiborulás nélkül, de az első két nap, meg mondom a harmadik napnak a teljes izéje, teljes, majdnem az egész napja, az tök nyugis volt, és akkor a végén egy ilyen, hát így a gondosan felépített és nagyon vigyázott és megőrzött kártyavárnak az alját sikerült feltétlenül valakinek kirúgnia, és akkor így borult minden. Úgyhogy hát mindegy, az volt benne az izgalom, és egy kicsi felüdülés, hogy az így lezárta az ünnepeket, hogy akkor eddig tartott a nyugalom. Eddig tartott az ünnep. Emlékszem, én még jártam annó olyan országban, olyan iskolában, lehet, hogy Magyarországon is volt, gőzöm sincs, hogy volt szénszünet. Egy pont azért, hogy ne fűtsék az iskolát feltétlenül, nem is tudom, azt hiszem, egy hét volt a szénszünet, vagy mennyi. Volt ilyen itthon? Az egyetemeken. Most vagy régen? Régen. De előbb volt a hanyatló nyugatnál, ebbe biztos vagyok. Ez az a hanyatló nyugatnál volt, igen. A szénszünet, hogy ne kelljen fűteni az iskola. De gőzöm nincs, hogy már, hogy mennyi időt tartott. De biztos vagyok benne, hogy nem adtak többet, mint egy hetet. De gondolom, hogy így ország szinten így, hogyha megsporolnak egy hét fűtést az iskolákban, azért az sokat dob a latba. Így a téli időszakban. Bár nem tudom, mikor volt a szénszünet egyébként. Lehet, hogy nem is télen volt valamikor új évben. Gőzöm nincs. De végül is van benne logika. Jó, hát egyébként azok az idők, amik mostanság vannak, nem tudom, hogy te hogy vagytok vele, de nekem félelmetes, hogy most tiszta ilyen tavasz van, azon gondolkodtam, hogy pólóba megyek ki. Én is abban mentem ki, csak vettem fel rá egy kabátot azért. Rendesen, szóval, ilyen motoros idő van. Motoros idő. Hát tényleg, amúgy igen. Tök sok motoros van megint kinn
az utakon. Hát mondjuk ez a jó idő, nem? Tehát amit pont mémeltünk egyszer, hogy télen túl hideg van, nyáron túl meleg van, ez az a jó idő, nem? Tehát bár elég ilyen szutykos-mutykos idő van, tehát azért vizes az út, hogy könnyű meghalni, nem? Persze nem, hát azért nem mondanám ideálisnak, de ha valaki azt mondja, hogy január első hetében lehet motorozni, azt azért kinevettem volna még régebben. De most azért nem elképzelhetetlen. Hát olyan 10 fok fölött, hivatalosan 10 foktól van valamire mérhető tapadás az utakon, amit száraz körülmények között. Ettől függetlenül nem jó 10 fokba motorozni, de azért látható a forgalomban, hogy sokan kb. Így elővették a motort, hogy jó, akkor igazából elindul a szezon. Hát a futárokat nem feltétlenül érdekli az adó. Ja nem, nem, most nem rájuk gondolok, hanem ugye a magamfajta hobbistársak. De ezt egyébként, ez úgy egyébként a magában a forgalomban is tolhatod, tehát nem feltétlenül kell megvárni, de gondolom nem mész ki a pályára. Ja, hát én a forgalomban se, szóval sehogy se most. Sehogy se. Úgyhogy én megvárom a rendes időt, meg a tapadást. Meg eladtam a motorom, tudod, úgyhogy most még nincs. Ja, most még várjuk az új beérkezést. Ja, igen, igen. Ja, hogy eladtad, tehát visszaforgattad a izét. Igen. Értem. Én viszont biciklizek, képzeljétek továbbra is, és újra, és még mindig ugyanis, hatásszünet, lett sárvédő a fixin. Nagyon hosszú ideig. Tudja. De ez ilyen istenkáromlás amúgy fixi körökbe? De nem, tehát a fixire sárvédőt nagyon nehezen lehet tenni, az az igazság. Ugye nincs rajta nincs rajta fék, meg ilyen hülyeségek, meg nincs rajta váltó, de ettől függetlenül, mivel ilyen nagyon vékony a váz, azért így nagyon nehéz rá alkotni egy sárvédőt. De nincs, mondjam, mert te régebben küzdesz a sárvédő problémával, mint én. Én is egy párszor nekiugrottam már a dolognak. Hát igen, szóval az van, hogy ugye alapvetően ezek pályavázak, kivéve azokat, amiket kimondottan utcai fixizésre szánnak, és emiatt nincsenek rajta eleve azok a felfogatási pontok, amiket azokra a biciklikre tesznek, amiket utcára szánnak, meg mountain bike célokra, tehát így hegyre, meg terepre, meg mindenhova. Tehát nincsenek azok a szemek a vázon, amikhez a pálcás sárvédőt rögzíteni kéne. Na most, ha nem pálcás sárvédő, télen a szutyokban semmit nem ér. Tehát az S-Saver nevű segvédő, tudod, az a kis cipőkanálszerű cucc, amit ott nyerekcsőre felraksz. Annyit ér, hogy a segged nem lesz, mint a neve is benne van, hogy segvédő, a segged nem lesz szutykos, de például a kerék rá fogja tolni a szajrét a hajtásra, és akkor a láncodat fogja tönkretenni, meg emellett még oldalra, ugye a cipődre is ráveri a sarat, és ami még nagyon fontos, hogy az első kerékre is kell tenni, és az első kerékre kell tenni leginkább, hogyha a cipődet akarod kimélni, mert az első kerék, ugye ahogy forog, az pont rászórja, főleg kanyarban a cipőre magát a vizet az utcáról, illetve ha egyenesen mész, akkor meg neki szórja az alsó csőnek, az alsó cső meg kettő irányba szétcsapja, és már is újra a cipődön van a cucc. Tehát az első kerékre mindenképp kell, és oda hosszú kell, szintén pálcás. Ugye nem, azért kell pálcás, mert ha nem pálcás, akkor nincs, ami stabilizálja, és akkor lifeg jobbra-balra, és lengés minden, és ráadásul a fixinél még az is nehezítés, hogy ugye a hagyományos kerékpárnál ott meg tudod azt csinálni, hogy akkor nem hajtasz az a lábbal, amerre kanyarodsz, és akkor nem akad bele a lábad a kerékbe. Na most, hogyha oda kerül még egy sárvédő az első kerékre, ami még közelebb kerül a lábadhoz, a fixinél ugye mozog folyamatosan a lábad, tehát hogyha összeütközik a lábad a sárvédővel, akkor vagy neki nyomod a keréknek, vagy letöröd az egészet róla, tehát nehezítés. Úgyhogy nem könnyű rá találni, és régen nekem nagyon bevált a Crude Road Racer 2, MK2 nevű sárvédő, ami egy nagyon-nagyon szofisztikált és nagyon bonyolultan kifinomultan megoldott cucc, te emlékszel? Én a te tanácsodra vettem egy ilyet. Na, igen. De ez konkrétan olyan, hogy így árnyékként követi a kereket, tehát a keréknek a görbületét is gyönyörűen, nagyon, ez egy nagyon drága sárvédő, tehát komolyan mondom, rén drága. Ez tényleg drága volt. Tehát ilyen 20-30 ezer forintokért árulják, hogy is kell ilyen izékkel kell fölrakni, ilyen gumipántokkal kell a vázhoz rögzíteni, nem is furatokra kell a pálcákat, a pálcai műanyagok, minden állítható, de műanyag csavarokkal, hogy ne rozsdásodjon be, meg mindenre gondoltak. Egy probléma van vele, az, hogy annyira közel megy a kerékhez, hogy megtartsa az áramvonalat, meg jól is nézzen ki, meg ne akadjon bele a lábad, hogy a felnitől azért, hogy ne érjen hozzá a gumi a sárvédőhöz, a pálc, vagy nem ez a pengéjének, tehát a sárvédőnek az ívéhez ne érjen hozzá, ilyen kis keféket adnak, amit a sárvédő belsejébe kell beragasztani, és ezek a kis kefécskék a felni két oldalát érintik,
és így tartják a sárvédőt középen. Így folyamatosan így súrolják ezek a kis kefécskék, a szőrük, vagy a sörték a sárvédőnek a, hát, vagy a felnének az oldalát. Na most a fékfelületet. Ugye a fixén a fékfelület egyébként sincs használva. És hát ezek azért elkopnak egy idő után. Meg ha az ember megy esőben, sárban, akkor ez dzsúvásodik, aztán szép lassan ezek elkopnak, és vagy tudod pótolni, vagy nem. És akkor hát nehéz a pótlása, meg ezt fel kell ragasztani két oldalúval, és akkor az néha elenged, és hogyha netán ezek így bekövetkeznek, akkor jön az, hogy elkezd tudni elmozogni a oldalra, és akkor ott, ahol a sárvédő a hozzá egybeöntött pálcával csatlakozik, ott elkezdi a gumi csiszolgatni, akkor egy idő után ott elvékonyodik, és aztán eltörik, és akkor megette a fel az egészet. Szóval nagyon szerettem, nagyon sokat használtam, több évadon keresztül végül sajnos az utolsóknál úgy kellett kidobjam, hogy már én ezt nem vagyok hajlandó többet toldozni, foltozni, alkatrészt venni hozzá, meg melegíteni, hogy aztán úgy görbüljön, elegem volt, és akkor gondolkoztam, hogy milyen sárvédőt vegyek. Sárvédő nélkül használtam vagy két évig, még télen is, amikor száraz idő volt, de most már úgy voltam vele, hogy most azért ősszel elég sok eső esett, és én akarom használni a biciklimet, szóval elkezdtem keresni, hogy mit lehetne, és találtam egyet, milyen mondom a pontos típusát. Egyébként nekem anno azt mondták, hogy az MK2-es már nem is lehet kapni. Már amikor nem. Én vettem, így van. Akkor már nem lehetett kapni. Így van. Már azt hiszem, most az MK3-ban, ami meg tépőzáras felszerelésű, nem is akarok nagyon belemenni ebbe a dologba, nem voltam hajlandó megpróbálni, hanem az SKS Germany cég nagyon jó sárvédőket csinál, és nekik van egy olyan nyuk, egy ilyen forradalmi új sárvédő, hogy az a neve, hogy Speed Rocker, amit ezekre az újfajta gravel biciklikre fejlesztettek. Nem tudom, megvan, hogy mi az a gravel bicikli. Hát ezek a ilyen gravel, az ilyen sóder, vagy mi az Isten nyila. Igen, tehát az van, hogy a gravel biciklikre arra valók, hogy menjél vele az erdőben, de egyébként országúti geometriája van, a váz egy kicsit annál robosztusabb, de azért tényleg úgy néz, hogy országúti, koskormány, fékváltókar, teljesen mint egy országútin, csak strapabíróbb az egész gép, és tárcsafékek. Tehát így nincs az a patkófék, mint ami a országúti bringákon van. Úgyhogy erre fejlesztették ki ezt a sárvédő fajtát, ezt is gumiszalagokkal kell rögzíteni, meg ilyen tépőzáras szalagokkal a váznak különböző részeire, tehát a villákra gyakorlatilag nem kell csavarozni a váznak a nem létező furataira, és gyönyörűen kikerüli azokat a szűkebb helyeket, ahol nincs hova felfogatni, mert ugye normál esetben a sárvédő például a fék felfogatási ponton is meg kell rögzíteni, de hogyha nincs féked, akkor ott nincs csavar, ott lyuk van, de hogy rögzíted, szóval macera. Egy dolgot ki kellett vágjam egy picit a sárvédőből egy darabot, hogy beférjen, mert az én vázam az egy kicsit szűkebb, mint ami a gravel bicikliknek a váza, de mióta rajta van, azóta, halljátok, annyira király, stabil, pöpec, és széles, ez jóval szélesebb, mint a Crude Road Racer, ami által biztos, hogy nem ér hozzá a kerék. Tehát nem is tud, ha akarnám, se tudna hozzáérni a kerék, és pont nagyon jó a kialakítás, mert pont elfér a lábam is az első keréknél. Nem volt, hogy egyszer talán hozzáértem, de csak épp, hogy hozzáértem. Már csináltam vele mindenféle trükköt, és nagyon jó, nagyon szeretem. Ez, és nem is volt nagyon drága, hiszem valami tizenvalamennyi volt. Ez nem biztos egyáltalán. Megmondom, hogy nekem az MK2-es letört annó egy fél év alatt sajnos. Lehet, hogy béna volt, vagy nem tudom, pedig nem csak le semmi vadállati módot, tehát kevesebbet is. Igen, nagyon nagy, tehát ez a műanyag cucc az, sajnos bármennyire is drága, meg bármennyire is finom, sajnos sérülékeny. És eltört, és onnantól kezdve valahogy halott volt, meg ugyebár engem rohadtul idegesített, hogy nagyon könnyen hozzáért a kerékhez, és akkor surlódás történt, mivel hogy tényleg ennyire közel volt hozzá. Úgyhogy nekem az MK2-es nem volt rossz, tehát a vizet az tolta rendesen, de a sérülékenysége sajnos az nekem egy picit túl magas volt. Úgyhogy végül én is hát nem az SC-vel, hanem vannak ilyen feltépőzzel aszható dolgok, ami hátulra van, előre sajnos nem találtam megfelelőt. A hátra feltépőzzel az a dolog, az egy olyan, hát mondjuk nedves az út, jó? Tehát abban az időben jó. Mert úgy vagyok veled, tehát hogyha esik az eső, akkor nyakig vizes leszek. Tehát tehát akkor oké, hogy van mondjuk, tehát akkor, hogyha kimegyek biciklizni, és esik az eső, akkor azt feltételezem, hogy van rajtam kamásli, van rajtam olyan nadrág, van rajtam olyan kabát, van rajtam olyan minden, tehát felszerelésben vagyok. Ha tudom, hogy esik az eső. Ha vizes az út, akkor őszintén szólva az esetek többségében nekem megoldotta az egy ilyen fullosabb, van a klasszikus eszével, ami egy ilyen 10 centis kis műanyag lapka, na az nem, szerintem az nem oldja meg, de egy ilyen relatíve, egy ilyen, nem tudom, egy ilyen egy méter hosszú, ilyen feltépőzárazhatós, hosszú, széles, ilyen műanyag lapátszerűség, amit hátulra föl tudok tenni, átvegye a vázon, és azt kimondottan jól tartja, és mondjuk a hátamat nem tolja tele,
és elől is egész vállalható, de mondom, tehát ez a vizes az út, tehát nedves, vizes az út, ez az idő. Ha esik az eső, akkor buktad az egészet, akkor vizes leszel így is úgy, és én ezt a stratégiát toltam eddig, és hát hogyha esetleg nincs ilyen felszerelésed, akkor kiadod a biciklizést, és mondjuk elmész BKV-val. Világos. De tudjuk egyébként, és mondjuk, hogy sokan mondták, hogy minden időben lehet biciklizni, csak megfelelő felszerelés kell hozzá, úgyhogy azzal semmi gond. Képzeljétek el, erről jutott eszembe, hogy én szenteste éjfélkor bicikliztem. De jó. Frankon. Pontosan, percre pontosan, mert hogy ki kellett mennem hát ez annyira nem jó, de ki kellett mennem az ügyeletes gyógyszertárba. Ó. És a jó hír az, hogy nem volt semmilyen vészhelyzet, de kellett a cucc. Most nem részletezem, hogy mi kellett, a lényeg az, hogy kellett valami az ügyeletes gyógyszertárból, nem volt vészhelyzet, nem volt életveszély, de nagyon kellett. Orspré. Jó? Maradjunk. Orspré. Például orspré. De nagyon kellett a cucc. Hashajtó. És ja, nem, az nem jó úgy voltam vele, nem hasfogó, de úgy voltam vele, hogy semmi gond, kimegyek, és nem tudom, tudjátok-e, de szenteste éjfélkor gyönyörű idő volt Budapesten. Igen. Tehát valami elképesztő gyönyörű idő volt, legalábbis azon a szakaszon, ahol én lakok, Malorkán, és kimentem bicikliztem, és baromi jókedvűen elmentem a patikáig, és képzeljétek el, csörgetek az ügyeletes patikában, és nem történik semmi, van egy ilyen csengő, amivel be kell csengetni, és akkor kijön az arc, és akkor intézitek a bizniszt. És ez nem jött. Megjött közben egy hölgy is, aki szintén akart volna valamit a patikából, és ő is csöngetett, ő nagyon nem ismerte nyomkodni azért a csengőt, mert ő kezdő volt a bizniszben, úgyhogy ő úgy volt vele, hogy hát itt ki, eznek a patikának kéne. És mondtam, persze, ez a patika, ismerem a helyet, meg mit tudom én, mi voltam már többször is régebben, nem minden nap, de azért mit tudom, egy pár évvel ezelőtt már volt, hogy így kellett valamire a dolog. És ezt csöngettem, és az igényetőleg semmi nem történt. És ott állunk, elkezdtem megnézni, mondom, van egy telefonszám, és akkor elkezdtem felhívni a telefonszámot, nem történt semmi. De bent láttad a fényt, tehát tudtad, hogy jó helyen vagy, és jókor vagy, de nem történt semmi. Úgyhogy szerintem ott álltunk már 15 perce a patika előtt, és tudod, már kopogsz az ablakon, és tudtad, hogy oké, az arc, aki bent van, az elaludt. Tehát ez tuti. Voltunk ügyeletesek, Szengatta lehet, hogy nem volt elügyeletes, de én is ninja biztos vagyok. Volt elügyeletes? Előfordul, hogy az ember elalszik, sajnos. Emberek vagyunk mindannyian, mit tudom én mi, megtörténhet. Te ilyenkor próbálod fölcsöngetni az embert, és végül az utolsó megoldás az volt, még mielőtt rárugom az ajtót, mert hogy a következő patika sem is elég messze volt, úgyhogy az nem volt opció, hogy odáig elbringázok, annak ellenére, hogy gyönyörű idő volt valóban. Úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy akkor én rátenyerelek a csengőr, és ez egy nagyon király csengő volt. Vannak azok a csengők, tudom, itt megnyomsz, és akkor lejátsza a dalocskát, és akkor így vége. De ez egy olyan fasz a csengő volt, hogy így tudod, hogy megnyomod, és akkor így megy folyamatosan a cút. És én rátenyereltem erre a csengőr, és nyomtam egy, nem tudom, egy ilyen 3 perc is. Egyszer csak fél alkoholista öreg ember előtt csoszogott hátulról, aki félig meddig üvöltött, hogy jó van, jövök, már hallom, ne nyomják azt az istenverte csengőt. Jelzem, itt már lassan 20 perce álltunk, és nyomkodtuk, és próbáltuk hívni, de nem tudom mi. És azt a szintű, hát nem beszélt csúnyán az öreg, maradjunk annyiban, nem beszélt csúnyán az öreg, de azt a szintű ingerültséget, amit ott gyakorlatilag viszont kaptunk a hölgyel, az egy elképesztő volt. És mondom, tehát ez egy patika, tehát nem egy felesér ugrottam le, a patikába, meg nem chipset szerettem volna venni, hanem egy patikából akarok venni valamilyen gyógyszert, valamilyen gyógykészítményt. Ugye én frankon olyan szinten fölment a pumpa, hogy úgy voltam vele, hogyha most nem lenne szükségem erre a cuccra, lehet, hogy rárugnám az ajtót, utána lehet, hogy mennék a rendőrségre, vagy nem tudom, de nagyon közel voltam hozzá, hogy kibelezzem az öreget. Mert egyszerűen hihetetlen. Tehát érted, egy patikában ügyelet, elaludt, és még neki áll feljebb a dolog. Ez elképesztő. Szenteste ott álltam, és úgy voltam vele, hogy eldurran az agyam. Mindjárt kirángatom onnan a kislukon keresztül, de akkor tuti, hogy rám hívja a rendőrt, azt meg nem szeretném én se. Aztán végül azon gondolkodtam, hogy írok egy panaszt, mert ez egy benupatika volt, ezen nem árulok el, sok-sok benupatika van, de hogy az Isten nyilába találtak egy alkoholistát, egy fél alkoholista gyógyszerészt, akit odaállítottak karácsonykor, én is voltam ügyeletes karácsonykor. Tehát ezt meg lehet oldani, biztos vagyok benne, hogy kap érte pénzt, tehát nem szívességből csinálja a dolgot, legalábbis remélem, de elképesztő, hogy egy patikában ez megtörtént. Mert érted, én egy ilyen szar számítógépes rendszert üzemeltettem, senki nem hal meg, senkinek nem lesz baja, senkinek nem fáj a dolog, oké, nem működik, esetleg egy kis pénzt veszítünk, vagy valami, na bú, hát majd bocsánatot kérek, vagy nem tudom mi. Hogyha kicsit bealudtam, vagy mi. Egyébként nem aludtam be, szerintem soha. Jó, nyilván van, amikor az ember egy picit bebólint, de utána kimész, megmosod az arcod, és kb. Rendben vagy, és nézed a konzolt, meg ilyenek. Na mindegy, úgyhogy
Ilyen is van. Nem gondoltam volna, hogy szenteste éjfélkor ilyennel fogok találkozni, de sajnos ilyennel találkoztam. Úgyhogy én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne szenteste menjetek patikába, mert lehet, hogy aludni fog az az illető, akinek ott téged ki kéne szolgálnia. Tudom, nektek volt ilyen tapasztalatok valaha izén patikában ügyelettel? Hát nem, nekem nem volt. Nekem olyan volt, hogy hát mondjuk, hogy látszott azért, de ez nem ilyen szenteste volt, hanem ez csak ilyen sima mezei éjszakai ügyelet, hogy így nem nagyon volt nagy munkakedve az illetőnek, de hát jó, hát most úgy van az ember, hogy nekem sem volt kedvem oda menni, tehát igazából mindegy, esünk gyorsan túl rajta. Ja, nem poénból mész oda. Nem, de egyébként meg az jutott még eszembe, hogy lehet, hogy a szenteste, a csengetése azt hitte, hogy a Jézuska csilingel, és csalódott, hogy nem ajándék jött, hanem még neki kell adni a gyógyszert. Hát kicsit, egy pillanatig egyébként így gondolkodtam, hogy milyen szar lehetnék, hogy felébresztettem. Gyógyszert kell adnia, szemétszarálat vagyok, tudom én. Nézd, világos, hogy nem jó program szenteste ügyelni, csak ugye ez olyan dolog, hogy ezt így nagyjából tudod, mikor elvállalod. Szóval kicsit furcsa mindig ez, mikor az emberek ilyen seggel állnak hozzá ilyen szituációkhoz, amikbe valószínűleg azért nem fogtak pisztolyt a fejükhöz, hanem nyilván azért vállalta el, mert belefér meg, nem tudom, négyszeres szorzó van. Négyszeres szorzó van? Most mondtam valamit, de biztos, hogy nem sima, nem valami szorzó sima bérben megy a szentestés ügyelet, úgyhogy hát Béla, de akkor végül megkaptad, amit szerettél volna. Megkaptam, nem volt egy egyszerű, majdnem berakadtam magamat a rendőrségre, de úgy voltam vele, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok, de akkor úgy éreztem, hogy nem vagyok nyugodt. Tehát ezért el tud kapni engem is. Amúgy a hír. Azon gondolkozom, hogy szerintem mióta ismerlek, én soha nem láttak idegesen, vagy így ilyen felpaprikázott állapotban. Igen, de ez egy olyan dolog, amikor úgy érzem, tehát az igazságtalanságnak az a szintje, amikor ki tudok valakit rángatni az ablakon, én is lehet. Meg hát de régen mondtam egyébként, hogy bármikor megveretem magam, tehát hogy semmi gond, tehát hogyha kell beszólok, és pillanatok alatt ízekre, mint a Grabowski, vagy mi az, a macskafogóban volt a kiskölök, hogy én ízekre pofosztatom magam, hogyha nagyon kell. Bár szerencsére az öreggel nem volt, mert egyrészt félig részeg volt szerintem, másrészt alig bírt előcsoszogni, úgyhogy ez annyira azért nem volt, hogy hívják, de így azért könnyű keménykedni, de ettől független azért lehet, hogy nem tudom. Szóval ez rettenetes volt ilyen tekintetben. Ez nem volt egy optimális. Tehát az idő az csodálatos volt, nagyon-nagyon kellemes volt ebben az időben biciklizni egyet, nem is volt messze, de utána ez egy nagyon-nagyon kellemetlen élmény volt. Úgyhogy a Bennu patikának így 10 pontból egyet tudok adni. Le is értékeltem a Facebook. Gondolkodtam, hogy ezzel visszaívom őket, vagy írok panaszlevet, de ez meg annyira nem tudom, ilyen fehér középkorú hölgy hozzáállás, vagy nem tudom. Keren, igen, erre gondoltam. Ez annyira most keren. Én is, panaszt írok. Én is kerenkedtem a Last Pass-szal, de ezt majd adásba. Na, erre kíváncsi leszek a kerenkedésre. Szerintem is egyébként, képzeljétek el, bementem egy kisboltba, nagyon kellett valami fűszer, készült valami süti talán, és így pont az a fűszer nem volt otthon, és akkor gyorsan gondoltam, elszaladok a kisboltba azért a fűszerért, és két-három kisboltot is megjártam a környéken, és egyikben sem volt, és a végül az egyikben találtam, és ki volt téve, mit tudom én, volt két zacskóval, ott volt a polcon, és ki volt írva alá, hogy itt 250 forint volt, nálam 500 forint, mondom, húrá, pont ennyi van, hát ez tök jó, így, akkor ezt a kettőt kérem, és akkor mondta, hogy jó, akkor 743 forint lesz, és akkor így, bocsi, de nem az volt odaírva. Hát de ez van a gépben. De mondom, tudja, hogy a fogyasztóvédelmi törvény szerint, ami ki van írva, annyira kell adni, akármi van a az gépben. Hát ezt ő nem. Tehát nála ez így nem így működik. Hát tényleg? Akkor nem kérem, jó? Akkor itt nem, akkor nem vásárolok, jó? Viszontlátásra. És akkor így, de egy elégéző, ő is elköszönt, és kijöttem, léptem hármat, megfordultam, visszamentem, mondom, bocsánat, az előbb rosszul reagáltam rá, ne haragudjon. A panaszkönyvet kérem. És akkor meggondoltad magad. Igen. És akkor szépen leírtam, hogy mi van. És ugye ennek ott az van, hogy olyankor 30 napon belül nekik ezt orvosolniuk kell valahogy, tehát velem föl kell venni a kapcsolatot. Igen, és ezt hivatalosan, persze. Tehát ennek törvényi szabályzása van. Ezt akartam mondani, ez nem ilyen DERV 0 panaszkönyv? Hát de annak használták, mint kiderült, igen. Ezt akartam, hogy mindig látom, hogy tudod, így valahol föl van akasztva a panaszkönyv, és kicsit, igen. Mondjuk ilyen éttermekteli, látszik, hogy igen, pókhálós, zsíros, csöpög róla a cucc, össze van üzélve, plecsnizve mindennel. Tehát fel kell dolgozniuk. Nem az érzésed, nem, hogy sok nyomozás indult abból a fizetből. Nem, mert ugye elvileg meg kell adnod az adataidat is,
hogy meg tudjanak keresni, és valami, tehát ilyenkor a vezető, a bolt vezetője, vagy jogi képviselője, vagy nem is tudom, hogy van ez, mindegy, de az van, hogy engem olyankor, hát erre egy megoldást kell nekik javasolni, vagy mit bocsánatot kérni, vagy azt mondani, hogy jó, hát máshogy volt ez, vagy nem rosszul csináltuk, vagy mit tudom én, megváltoztatjuk a gyakorlatot, meg, tehát semmi. 30 nap eltelt, nem 30 nap telt el azóta, szerintem nem azt mondom, hogy 30 év, de rengeteg idő eltelt, tehát azért mondjuk eltelt azóta, mint 5-6 év, és hát semmi, egy darab lizőlevél nem jött. Azóta se voltam abban a kisboltban, tehát ezt így nagy évben elkerülöm, nem vagyok hajlandó betenni a lábam oda. De hát mit, egyik, mint lehet az is, hogy egy idő után már az lesz, hogy ezt tudjátok, ez egy teher, amit cipel az ember, és akkor lehet, hogy megbocsátok, és akkor így azt mondom, hogy na jó, akkor bemegyek, és veszek egy csokit, vagy valami. Ez a na jó, van akkor ennyi, de ez, nem, hát haragtartónak nem szabad lenni eleve, mert ez egy rossz dolog, de... Megbetegít. Mondom, én se vagyok ilyen egyébként, de engem itt, most ez csak is kizárólag azért akasztott ki ilyen szinten, mert ez egy patika volt. Tehát, hogyha ez nem egy patika lett volna, ahol az ember gyógyszert vesz, akkor így nem érdekel. De sarki kisbolt, és nem tudom én, ügyelet, és kit érdekel, vagy bármilyen másik, tehát, hogyha nem egy fontos dolog, tehát tudjátok, ez a kritikus infrastruktúra, létfenntartás, egészség, ezek úgy gondolom, hogy ezek olyan helyzetek, ahol ilyet szerintem nem igazán lehet tolerálni, megengedni, stb. Egyébként meg kit érdekel, tehát én is engem se aludjon, hogy kit érdekel, nem. Azt semmit akar. Na jó van, akkor boldog karácsonyt. Amúgy mit szóltok hozzá, hogy a fő... Mi annyit ehhez, hogy itt ahol, abban a kerületben, ahol én lakom régebben, volt egy olyan éjszakai gyógyszertár, vagy hát ilyen ügyeletes gyógyszertár, ahol az ügyeletes ablak, ami kiadta, az úgy volt megcsinálva, hogy ilyen hosszú helyiség, annak a végén volt az ablak, ahol lehetett ezt a tranzakciót végezni, és egyébként meg így hosszában be volt téve oda egy kanapé, meg vele szemben egy tévé, és akkor konkrétan olyan érzésed volt, mintha valakinek a nappaliából kapnád a gyógyszert, nagyon érdekes volt, és nagyon igazából hangulatos, csak hát ott is az volt, hogy akkoriban még nem volt elterjedt ez a kártyás fizetés dolog, azért az régebben volt, nem volt, mondjuk, hogy nem volt mindenhol tényleg kötelező, és akkor tényleg az volt, hogy 335 forint, ez egy gyógyszer, amit kértél, és akkor volt egy 500-asod, akkor, vagy egy 1000-esed, akkor kisebb nincs, és akkor hát ekkora van, jó, egy pillanat, és akkor hallottad, hogy átment egy másik helyiségbe, ott kotorászott, csörgött, csattogott, kinyitott, becsukott, és akkor visszajött egy marék apróval, tehát ez teljesen olyan azért volt, ez is ilyen otthonos szituáció volt. Azon gondolkodok, hogy szerintem, ja igen, szerintem elmeséltem annó azért a fogászatot, ami gyakorlatilag egy konyhában volt, ahol egyszer voltam. Igen, azt mesélted. Soha nem fogom elfelejteni. Valamelyik logókat keresétek vissza, hogy bementem a fogászatba, és úgy nézett ki, hogy a konyháknak a kellős közében leraktak volna egy fogászati széket, és a kredencben nem izé lett volna kés, villa, meg kanál, hanem ezek az orvosi eszközök. Zseniális volt. Egyébként mai napig is teljesen jó a fogam, úgyhogy igazából lehet, hogy vissza is fogok oda menni legközelebb, mert az élmény az hihetetlen volt. Na jó. Bocs, Szenga? Így másodszor is megszakítom a lezárásodat, csak annyit akartam elmondani. Én érdekességképpen, hogy az ünnepek vége felé kezdtem el olvasni egy magyar kortárs könyvet. Én nagyon szeretem az ilyen Lovecrafti, Edgar Allan Poe-s ilyen weird horror feelinget, és Veres Attilának az Odakint sötétebb című könyve akadt a kezembe, és azt kell mondjam, hogy nagyon jó, mert csak nem tudom, pár fejezet van hátra, vagy pár oldal, de nagyon ajánlom mindenkinek, és azért is promózom, mert nagyon kevés magyar kortárs írót olvasok, mert mindig csalódok, mikor nagy nezen ráveszem magam. De tök jó, hogy vannak ilyen íróink, és utána néztem a faszinak, és most már angolul is megjelent egy könyve Amerikában, és elvileg tökre szeretik, meg minden, szóval tök jó lenne látni magyar írókat, akik külföldön is sikeresek. Hát én úgy tudom, hogy Magyarországon írónak lenni nem egy kifizetődő dolog, kivéve, hogyha nem valami ízét, valami iszonyatosan nagy dolgot írsz, amit minden magyar igen. Megvesz. De ugye egyébként meg általában bukó, tehát az íróinktől a többsége az így, hát hogy is mondják ezt a hobbi szeretetéből igen, írja ezeket a könyveket. Nem az írásból él, igen. Ez nagyon fontos, mert lehet, hogy amit tudom én, a J.K. Rowling az meg tudott élni az írásból, de hogy Magyarországon ez így nem működik, az hódziher. Nem is értem egyébként, hogy nem tudom elképzelni, hogy még akár egy ilyen, nem tudom, most valami szuper populáris dolgot akartam mondani, örökölt, amit minden második ember...
Örök olcsony, vagy valami, nem tudom, tehát szerintem azon sincs olyan hatalmas nagy nyeressége annak, aki írta, esetleg olyan, hogy publicitás, vagy ismertség, vagy ilyen dolgokat tudok hozzá kötni, amik így hosszú távon megtérülnek, de magában a könyv eladásból nem jön be pénz, azt én úgy hallottam, hogy ez így nem működik. Igen. Már a PDF-eket olcsóbb nyomtatni. Várjál. Meg olcsóbb ellopni is. Ha jól tudom, akkor... Igen, tehát valamiért voltak ezek a felvetések, hogy miért kerül többbe, vagy miért kerül kb. Ugyanannyiba egy PDF könyvforma, mint a papírforma, hiszen nem kell nyomtatni, nem kell fenntartani az egészet, de... Na, ez egy nagyon jó felvetés. És erről voltak nagyon jó érvek, hogy igazából azért, mert a... Hát mert ugye a papírkönyvet, hogyha kinyomtatod és megcsinálod, akkor valahogy ott az annyira gazdaságos ez a része, hogy mennyit kap belőle az író, és az egész lánc, amiből kijön egy könyv a végén, hogy ezzel szemben ugye a PDF-et azt le tudják másolni, sokkal könnyebben lemásolják, ugyanúgy meg kéne kapni a részét az izének belőle, meg nem is tudom, lehet, hogy nem kellett volna belekezdeni ebbe a témába, mert nem tudok egész pontos dolgokat mondani, de azért valami ilyesmi volt. Na, utána keresek ennek, voltak erről jó kis értekezések. Azt hiszem, hogy a Bazelnek volt egy ilyen megnyilvánulása, mert őnek is van, és hogy ő nem adja ki PDF-ben, hanem csak papírkönyvben például, pont azért, mert egyszerűen ellopják, és képes, ja igen, és a másik nagyon fontos, hogy újra eladják, tehát hogy valaki letölti kalózváltozatban, és elkezdi árusítani. Tehát ez hihetetlen, ezt nem nagyon csinálják meg szerencsére azért a papírkönyvekkel, mert mondjuk veszel egy papírkönyvet, azt az egy darabot tudod eladni. Ahhoz, hogy abból sok sorozatban mindenkinek adj egy példányt, ahhoz azért ott már kell építened egy nyomdát, míg a PDF-nél azért ez nem így van, vagy az EPUB-nál, vagy valami ilyesminél. Mindenki ismeri ezt a mémet, hogy tudod, nem töltenél le egy autót. Dehogy nem, kurvára letöltenék egy autót, ha le tudnám tölteni az autót. Ha ez így működne, na nem baj. Egyébként volt egy ismerősöm, és közben gondolkodtam, hogy neki több könyve is jelent meg, lehetett kapni mindenhol, tehát nem egy ilyen egy könyvesboltban megkapható, Budapest határain kívül, hanem tényleg minden itt, Libri, Alexandra, talán akkor még volt, most is van, nem tudom. És ő mondta, hogy annól, mikor nem is tudom, hányadik könyv, mondta, hogy minden eladott könyv után 50 forintot kapok oda, azt a rohadt életbe. De őnek is ez volt a szenvedélye, az írás, úgyhogy minden éber percét, amit nem mint a munkával töltött, azt írásba fektette, úgyhogy. De neki több könyve is megjelent azóta Magyarországon, relatíve sikeres volt, jókat írtak róla, úgyhogy innen is pusszantjuk. Jaj, nem mondom meg a nevét. Megtaláltam, megtaláltam a cikket, majd mindjárt átküldöm, az a címe, hogy miért kerül ennyibe az e-könyv, ha kisen nyomják. És ez még a régi Origó, vagy a régi Index cikkje, mert azt írja, hogy elsősorban azért, mert Európában még mindig egyedülálló módon 27% áfa terheli. Na jó, mindegy, itt a cikk, majd betesszük a show notes-ba. Na jó, akkor se volt könyvajállónk is. Mit szóltok hozzá, hogyha felveszünk egy adást? Bár nagyon szeretem, amikor meséltek, és nem nekem kell. Vegyük. Nyomjuk.